két hete, amikor itt kint voltunk, akkor indult el a munka, és látható talán mögöttem is, hogy jól haladunk, és a kivitelezők tartani tudják az időpontot. Április elejére elkészülhet a lift, amit már nagyon sokan várnak, és hogy így hallottam, most megnőtt az érdeklődés az emeleti szint iránt is, hiszen kerekesszékkel is be lehet jutni a liftbe, és így könnyebben tudják majd az idősek megközelíteni az emeletet. Régóta ígértük, hogy ezt a beruházást itt elvégezzük, most költségvetési forrást is találtunk rá, és reményeink szerint, ahogy az előbb említettem, április elején már lehet használni a liftet, illetve a műszaki átadás átvétel után. Egy ilyen épületbe kell lift. Én csak befogadó vagy befogadott vagyok. Én jól érzem itt magamat, de nekem a lift csak szépség, mert én főszinten vagyok. De az emeleten, akik felnaptunk, annak jó, és kellemes lesz a lift, ha megépül. Nem volt kellemetlen, nagyon vigyáztak, odafigyeltek az emberekre, és szépen, csendesen dolgoztak, és még el is kerítették, hogy a zaj ne nagyon zavarja az itt lévőket. Elég hangos volt, de hát ki lehetett bírni, hát muszáj volt. Én nem megyek erre fel, én itt lent vagyok csak. Hát szeretnék venni itt egy rakást, ha sikerül. Én különben is akár merre mentem a férjemmel, amíg meg nem halt. Én mindig lifttel mentünk, mert testvérem is olyan helyen lakik, hogy kétszer is át kell szállni a liftre, úgyhogy akkor kihasználnám. Meg ezeknek a sok idős beteglábok, bujak néniknek ez nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Inkább arról van szó, hogy sokkal többen örülnek, mint a hangzavar, tehát sokkal többen elviselik azt a kellemetlenséget, ami időszakos. Hál' Istennek nem minden napos ezek a hangzavarok, de valóban kellemetlen. Erre azért megtettük az olyan jellegű óvintézkedést, hogy aki nem szeretne ez idő alatt itt tartózkodni, ez körülbelül napi 8 órát vesz igénybe, akkor bármelyik idősek klubjába átjöhet ebédelni, programokra, gyakoribbá tettük a kültéri rendezvényeket. Hát sajnos most az időjárás nem kedvez annyira.